Három öngyilkos merénylő akarta megtámadni a kínai konzulátust Pakisztán legnagyobb városában, Karácsiban pénteken. A rendőrök végül lelőtték a három férfit, mielőtt a robbanóanyagukkal teli autójukkal belehajtottak volna az épületbe. A lövöldözésben két rendőr is életét vesztette. Kína nagyon sok pénzt fektetett a pakisztáni infrastruktúrába, de egyes csoportok szerint azért, mert el akarja venni tőlük a nyersanyagaikat. A támadást a Belucsisztáni Felszabadítási Szervezet nevű szakadárcsoport vállalta magára. Nem sokkal később történt az az öngyilkos merénylet az ország északnyugati részén, amelyben legalább 35 civil vesztette életét. A robbantás Orakzai város piac terén történt, közel egy síta vallási iskola főbejáratához. Orakzai az afganisztáni határnál lévő törzsi területen fekszik, ahol az utóbbi időben szunnita szélsőségesek számos támadást követtek el síták ellen.